Újra hatékony az együttműködés a Kárpátok eurorégió tagjai között, új stratégiai célokat és prioritásokat fogalmaztak meg a tagállamok. Eddig 46 pályázati felhívást találtak, amelyben a közeljövőben sikeresen együtt tudnak majd támogatást igényelni. A Kárpátok eurórégió az elsőként megalakult eurórégió, amely a korábbi keleti blokk országainak határmenti együttműködését fogja össze. Több mint 14 millió embert és 140 ezer négyzetkilométer területet foglal magába az eurórégió. Az elmúlt időszakban az úgynevezett MP projektek keretében tudtak együttműködni a térség országai, a következő időszakban szeretnék folytatni a közös fejlesztéseket. Új prioritásokat, stratégiát fogalmaztak meg, amelyben feltérképezik azokat a fejlesztési területeket, amelyek segítségével együtt fejlődhetnek a határmenti régiók. A 2020-ig tartó uniós ciklusban több pályázati forrást is el szeretnének érni. Az európai szintű regionális együttműködés a korábbi időszakból példaértékű projekteket sorakoztatott már fel. Gazdasági, üzleti, oktatási és kulturális téren vannak együttműködési tapasztalatok. A jelenlegi tervezésnél pedig 10 olyan fejlesztési projekt van, amely az eurórégió területén jelentős költségvetéssel hamarosan el is indulhat. Majornél László Brigitta projektkoordinátora vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi együttműködés folytatódhat a jövőben is, hogyha egy picit visszatekintünk, akkor elég messzire, 1993-ra kell visszanyúlni, hogyha azt nézzük meg, hogy akkor alakult meg a Kárpátok eurórégió, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Románia és Ukrajna csatlakozásával, akkor nagyon sok olyan programot, nagyon sok olyan a 2007 és 13 közötti uniós forrást felhasználtak, amelyek a tagországoknak a megyéit fejlesztették. Volt egy picit hosszabb szünet. Miért volt ez a hosszabb szünet, és hogyan erősödik újra a kapcsolat? A Kárpátok eurórégió 1993-ban alakult, tehát lassan 23 évesek leszünk. Ez az idő nagyon hosszú idő egy szervezet életében, egy ember életében is. Akkor, amikor a Kárpátok eurórégió megalakult, akkor teljesen más célok voltak, mint amik ma céljaink lehetnek. Ebben az időszakban határok szabdalták szét a Kárpátok eurórégió területét, és fontos volt számunkra az, hogy a határok átjárhatóságát segítsük, a határon átnyúló együttműködési kapcsolatokat kialakíthassuk itt a térségben. Az első időszakban éppen ezek voltak a fő célok, hogy kialakuljanak azok a testvérmegyei, testvérvárosi, testvértelepülési kapcsolatok, intézmények közötti kapcsolatok, civil szervezetek közötti kapcsolatok, amikre építve a későbbiekben különféle együttműködéseket, projekteket lehetett megvalósítani. Aztán jött az Európai Uniós csatlakozás, ami szintén teljesen új helyzetet teremtett a Kárpátok eurórégióban. Ma már, ha megnézzük, akkor az egész Kárpátok eurórégió területét ketté vágja egy Európai Uniós külső határ. Van belső határ, van schengeni határ, tehát elég széles a paletta itt a Kárpátok eurórégióban. Ezzel az Európai Uniós csatlakozással új források jelentek meg, amik elsősorban két-három oldalú együttműködéseket támogattak. Tehát a Kárpátok eurórégió területére ilyen egységes határmenti együttműködési program nem állt rendelkezésünkre, ma sem áll rendelkezésre. Tehát elkezdtünk így külön-külön gondolkodni két-három oldalú kapcsolatokban. Persze a Kárpátok Eurórégió tanácsa működött, találkoztunk, megbeszéltük, hogy milyen fejlesztések zajlanak, de mégis megváltozott az egész helyzet ez alatt a 23 év alatt. Milyen lehetőségeket rejthet ez az interregionális kapcsolatszövetség a jövőben? Miért fontos ezt a kapcsolatot fenntartani és újra megerősíteni? Mi szerettük volna újraépíteni a kapcsolatainkat. Ez a projekt is ezt célozta alapvetően. Sikerült egy nagyon jó szakértői hálózatot is kiépíteni a projekt keretében. Az ő segítségükkel újra elkezdtünk közösen gondolkodni és közös célokat találni, közös prioritásokat. Ez éppen egy nagyon jó időszakra esett, hiszen most a 2014-2020-as időszakra kezdünk el az Európai Unióban is gondolkodni, és az Európai Uniónak is vannak olyan prioritásai, amikkel összhangban a Kárpátok eurórégió stratégiáját ki tudtok dolgozni, és most már lassan meg kellene valósítani.
Ugye, hogyha visszatekintenek az előző időszakra és az előző együttműködésre, akkor nagyon sok területen megvoltak ezek az együttműködések, illetve éltek ezek a kapcsolatok a gazdasági téren, oktatási, kulturális téren, és hát voltak kiemelt fejlesztési területek. Ha csak a mezőgazdaságra, turisztikára gondolok, vagy a munkahelyteremtésre és a felzárkóztatásra, ebből azért megmaradtak további célok szerintem. Igen, itt nagyon fontos maradt a továbbiakban is a határátkelőkkel kapcsolatos fejlesztések, hiszen valamennyi tagország határos Ukrajnával, ami egy schengeni és egy európai uniós külső határ. Tehát itt a projektek között is kiemelt szerepet kaptak mindig is az MP-s projektekben is a határátkelő helyek fejlesztése és a hozzá kapcsolódó logisztikai infrastruktúrális fejlesztések. Persze itt mindenféle együttműködésről is beszélhetünk, tehát a határ menti vizeink is nem állnak meg a határnál, sem a szennyeződés, sem az árvíz. Tehát a közös természetvédelmi területek fejlesztése, a további összeköttetésnek, tehát kerékpárutak fejlesztése is, a kisvasutak mentén kerékpárutak fejlesztése, a töltések mentén, tehát ilyen jellegű projektek is tehát itt a projekt elképzelések között szerepelnek. Ugye ezekből nagyon sok korszerűsítés, nagyon sok felújítás megtörtént a határ minden oldalán, mondhatom ezt így, akár magyar-román vagy szlovák-magyar relációban, de vannak olyan nagy fejlesztési stratégiák vagy átfogó célok, amit most egészen 2020-ig Magyarország is hangoztat, illetve hát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is előtérbe helyez. Gondolok én a gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre, vagy kiemelten egy-egy ágazatnak a fejlesztésére, mint már említettem, mezőgazdaság, turisztika, stb., de ezeket önök látják. Vannak megyei stratégiai célok. Az önök koncepciója, amit most kidolgoztak, hogyan illeszkedik ebbe a nagy elképzelésbe, amit most ugye 2020-ig pályázni fogunk, megvalósítani fogunk? Mi, amikor kidolgoztuk ezt a stratégiát, sikerült egy olyan szakértői csoportot megnyernünk, akik benne vannak az Európai Uniós új programozásban, a Magyar-Román program elkészítésében, előkészítésében, illetve az ENI, ez az új Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna határmenti együttműködési program előkészítésében. Persze szeretnénk más forrásokat is bevonni, mint akár a Duna stratégia, vagy más Interreg forrásokat is a területre, tehát nem csak határmenti együttműködési programokban gondolkodunk, de itt ez alatt a pár év alatt olyan új kihívásokkal szembesül a Kárpátok-Euróregió, mint akár a migráció, akár a klímaváltozásból adódó alternatív energiák bevonása. Tehát olyan új területeket is láttunk itt a közös gondolkodásban, amikre célszerű lenne majd összpontosítani a jövőben. Illetve amire az elmúlt időszakban reagálni is kell. Igen. Egy-egy ilyen nagy tervezésnél. Hogyan látja, tudnak-e egyszerre egy lépésben vagy azonos ütemben haladni az országok, az érintett megyék? Hát azért azt nem kell elfelejtenünk, hogy Ukrajnában a háború van. Mostanában nem sokat szólnak a hírek talán erről a háborúról, de Ukrajnában élő partnereink nap mint nap érzékelik ezt. Ott is beindult egy belső migráció, a nyugati határszakaszra költöznek, a keleti határszakaszról az emberek. Tehát teljesen más problémák vannak, illetve óriási nagy gondokkal szembesülnek. Ott vannak azok a katonák, akik hazatértek, és különféle mentális problémákkal sérülten otthon vannak, nem tudnak velük mit kezdeni. Az energia óriási probléma Ukrajnában, tehát az, hogy nincs számukra energia, Oroszországgal a kapcsolat is, ahogy alakul, alternatív források után kell nézni. Tehát olyan problémák vannak, amiket 23 évvel ezelőtt nem is gondoltunk. És ezekben az aktuális gazdasági, akár gazdasági jellegű problémákban is ez a szövetség diplomáciai szinten akár tud segítséget nyújtani, vagy majd a pályázati programok kapcsán, hogyan látják ezt? Hát megnézzük, hogy mire van lehetőség. Nyilván jövő évben fognak megjelenni azok a pályázati felhívások, amik erre lehetőséget adnak. Ott a határon átnyúló magyarsággal való kapcsolatot azért szeretném mindenképpen kiemelni, hiszen őket segítenünk kell, és eddig is programjainkban, projektjeinkkel segítettük. Itt vannak a közös természeti épített értékeink is, amiket meg kell óvnunk, és fel kell újítanunk. Tehát ezek is olyanok,
amik a határmenti együttműködési programokban is szerepelhetnek. Tehát a Kárpátok Eurorégió új fejlesztési programjáról most röviden ennyit tudtunk szólni, de a nézőknek elmondhatjuk, hogy a következő adásokban még a belső tartalmát ennek a programcsomagnak meg fogják ismerni. Köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk. Köszönöm szépen.